Az ESZI intézmény fenntartó és működtető alapítvány 2001 óta az alapító paksi támogatásával igyekszik mindent megtenni azért, hogy az intézmény egyre jobb lehetőségekkel képezze az itt tanuló diákokat. Az ESZI pályaorientációs napján a szakgimnázium épületében az általános iskolásoknak mutatták be a választható hat területet egy-egy játékos bemutató kíséretében. Mitler István, az alapítvány kuratóriumának elnöke, fontosnak tartja az ilyen komplex napokat, hiszen első kézből kaphatnak információkat a diákok. Gyakorlatilag arra is lehetőség nyílik itt a nyolcadikos gyerekeknek, hogy azt meg tudják nézni, hogy ha végeznek, akkor milyen lehetőségük lesz a, a továbbtanulásra, illetve milyen elhelyezkedési lehetőség van. PAKS 2 is tervezi a jövőben, hogy azokkal a felsőfokú tanulmányaikat folytató diákokkal, akik a régióból származnak, Azokat tanulmányi ösztöndíj valamely formájában, még a tanulmányaik során támogassa, gyakorlati helyet biztosítson, továbbá állás lehetőséget kínáljon azok részére, akik a szerződésben foglaltaknak és az elvárt tanulmányi eredményeknek megfelelnek.